called your name. Hát akkor csak összehasonlításképp így néz ki egy másodrendű út Ausztriában. Figyeljük meg az út mellett párhuzamosan húzódó épített műutat, szalagkorlát egy kicsit takarja. Ez arra van, hogy biciklisek, traktorok el tudjanak normálisan menni. Figyeljük meg, hogy nincsen partoldal, tehát hogyha esetleg elvesztjük az uralmunkat a jármű fölött, akkor szépen belandolunk a szántóföldön, ahol nem két hét múlva fog észrevenni a farmer, hanem nagyjából a következő autó meglát bennünket. Figyeljük meg a benzinkutat, ami rendezett, és lehet rajta kapni például spanifert, izzókészletet, elakadásjelző háromszöget, kiskannát, minden olyan dolgot, ami egy autósnak kell, és nem kutya és macska kaját, meg ilyen hülyeségeket, mint például Angliában. És természetesen ingyen van a levegő, hogy a kerekeinket fölnyomjuk, és természetesen mindig van kéznél olyasmi, hogy például ablakmosó, ami Angliában ismeretlen, de van homok legalább, ha esetleg le akarnánk a szélvédőnket mosni vele. Homok, könyörgöm, ha kigyullad a gázolajban, ne hagyjuk, nem is. Tehát ez biztos, hogy valami a kicsorgó gázolaj feltakarítására nem használják igazából. Na, hát így nézünk ki. És ahol van esetleg egy kis partoldal, ott persze szalagkorláttal védjük a szerencsétlen autóst, hogy ne repüljön már 2 métert, hogyha lemegy az útról, hanem akkor inkább ne tudjon lemenni az útról. Szóval az előttünk járó B-merci jól láthatóan ezen az úton meg is tudna fordulni, hogyha akarna. Tehát de így le van nyírva a fű az infolyó mellett az ártérben, mert ezek az emberek ezt így szeretik, hogy legyen rend, legyen tisztaság, és normálisan nézzen ki ez az egész. És ilyen helyen jó élni szerintem. Na, hát ennyi, összehasonlításképpen. Ciao.